Valamiért nagyon sok embert érdekli, mely másik ember lockere a Fortnite-ban, szóval ebben a mai videóban be fogom nektek mutatni az enyémet. Jó, rendben, kezdjük is el. Ugye bemegyek itt a lockerbe, de nézzük először a skineket. Felgörgetek a tetejére. Na, hát igazából 237 skinem van. Szóval annyira nincs kevés, de annyira sok sincs. Igazából itt a fontosabbakat fogom kiemelni, van itt egy ilyen Dark Bomber, Lara Croft, ennek megvan a legendás verziója, a full arany. Van Tony Stark, Super Hero, például megvan ez a Pókember, van ez, Frostbite, Midas, például van itt ez a skin is, nagyon sok ilyen van, Save the World-om is. Amellett itt láthatjuk Astra nagyrészt, ez se annyira rossz skin, van itt egy Keeper, nemrég mettem meg, ugye ez valamilyen újfajta új skin. Ugye itt van a Double Agent Pack, tehát a Double Agent Husk, a Double Agent Wildcard, meg még van mellé egy cucc. Igazából elég gyorsan haladunk, itt vannak Season 7-es skinek is, Sunset-altó. Igazából megállíthatjátok, hogyha valamit meg akartok nézni, én csak itt elmondom, hogy ilyen jól néznek ki, például itt is jön ez a Amplitude, ez is ez sem annyira rossz, például van ez az Arctic Adline, Dynamo, Focus, Focista, Laguna, Peppertorn, Siren, School Ranger, tehát itt nagyon sok, igazából a kék skinek azok ilyen nagyobb durranások, amik ilyen jobbak. Van Yellow Jacket is, ez ilyen 500 euró körül mozog, szóval annyira nem olcsó. ZD, Casvagelancy euró, tehát ilyen alapszkinek itt igazából vannak, pár patroller. Ezt véletlen vettem meg, és akkor nem tudtam pont visszaadni. Igazából ezek, van Diamond Diva még. Szóval igazából megállíthatjátok bármikor igazából ezek a úgymond fontosabb skinek, ugye még egyszer mondom 237 van. Szóval úgy vagyok vele, nézzük is a webblingeket. Abban 235 van. Itt igazából annyira nem tudok nagyon sokat kiemelni. Nézzétek végig. Red Knight Black Bling. Csomó betűpeszes. Na ez talán a LEGO Jeep tárgyam, vagy a másik LEGO Jeep tárgyam. Ami ugye betűpeszes. Itt csomó dolog van. Képőr benne. Bannor Shield, Bannor Kép. Ezt régen rettentően sokat használtam. És igazából még vannak itt ezek. Van még az Astrának például ez a Shining Star-ja. Ez se annyira rossz. Nézzük a pickaxe-eket, ami elég fontos. Abba is ugye 225 van, szóval nincs annyira kevés. Na, itt jön az érdekesség. Van ugye nekem egy Catwoman pickaxe-em ugye, Grappling Claw-on. Egy Henry Hitter-em. Na és van egy Kratos. Kratos Leviathan X-em, ami elég ritka, és igen, van itt ugye a Candy X, itt is igazából megállíthatjátok, mert annyira itt se tudok annyikat kiemelni, tehát itt sincs annyira ritka, Golden Snap, mert hogy nem Golden, hanem Cold, nagyon sok pickaxe van, Reaper, de ez is amúgy OG, csak item shop-os, tehát nagyon sok pickaxe van, ahhoz képest. Van nagyon sok, rettentően sok battle passes. Na nézzük is a glidereket. A glidereknél 173 van. Amivel megvan itt a Dark Glider, Dark Bombernek a gliderje. Itt is igazából az a Travis Scottos glider, ami ilyen ritkább. Ez viszont, ez a Magic Wings, ez nagyon jól néz ki, Wings. Rettentően jól néznek ki, itt ugye vannak battle passesek, ezt is nagyon régen, nagyon sokat használtam, ez elég jó volt akkoriban. Itt lejjebb görgetünk, itt igazából itt van, mindjárt megnézik itt melyik a, szerintem itt a season 7-es, a season 6-os, mindjárt megnézik, hogy a season 6-os SR-i megvan-e. Ugye ez ugye a Frostbite-tól van, de szerintem nincsen meg. Season 7-ből már ugye ott ez itt van. Meg itt ugye van még nekem egy ilyen Coral Cruiser, ez is nagyon jó igazából. Na.
Menjünk is az esésekre, itt igazából nem fogok annyit kiemelni, majd állítsátok meg, hogyha titeket érdekel, szerintem annyi sok embert nem érdekel az esés. Nem is értek annyira az esésekhez. Igazából csak ezt van beállítom, mert ez amúgy jól néz ki, meg ezt is szoktam néha használni. És igazából ezen beszélve. De térjünk át az imótokra, és hát a ilyen kozmetikákra. 679 van mindennel együtt, így abból 192 imót. De igen, nézzük meg akkor őket. Először nézzük az imótokat, mert azok ilyen jobbak. Na, ugye nekem itt van egy ilyen, ez talán a Neymaros valami az. Járt, vannak itt csomó ilyen Gaming Legend Series-ek, illetve Icon Series-ek. Például itt ez a Rage, a Ninja Style, Lucy Slide. Ezt elsőre megvettem, szóval, de már visszahozta ez a pixel, mert annyira nem ritka. Hidét, Keep It Mellow, ez a Marshmallows van, ez a limitált, exkluzív ilyen tapsolós imód, de ennek van egy másik verziója is, ez, igen. Last Forever, nagyon sok imótom van igazából. Jó. Van ugye itt a Marvel Series-ek, az se annyira rosszak. Na, itt ugye a Chrome Check-es, nem tudom mennyire, hogy nem van. De itt nem érje ki. Jó. Aztán itt ufók, nagyon sok van itt igazából, nagyon sok imót van ahhoz képest. Van itt ez a... Ezt igazából már sem vettem. Ez aztán jó imót. Ez úgy tényleg nem rossz imót. Jó. Igazából megállíthatjátok, nagyon sok emoji imótom van, ha jól tudom. Nagyon, igazából immutokat vásárolok szerintem a legtöbbet mostanában, mert hát ugye azzal így lehet. Például ez is, ha jól tudom, ritka, és van egy elég ritka immutom, ami nem lenne más, mint hogy valami anka, ugye megnézzük. Na ez nagyon ritka, ez nem fog visszajönni érkel. Kiss the Cup, nevezetű immut, ez azért nagyon ritka. És... Hát nagyon ritka srácok, szóval ez már tudom, mint 1000 napja nem volt bent. Nagyon ritka. És igazából srácok, ennyi is lenne körülbelül az imótok. Nézzük a wrappeket, senki se érdekelnek a wrappek, de megnézzük már miért ne. Majd állítsátok meg, hogyha titeket érdekel valami igazából, itt kiemelném ezt nem tudom, ezt hogy kell kiejteni. Nagyon sok wrappem van igazából, nagyon sok jó is van. Wrappet annyira nem szoktam hordani, mert fölösleges, például ezt megvásároltam. Ez se annyira rossz. Jó, vannak itt bannerek. Bannereket azt nem fogom megmutatni, mert ez senki se érdekel szerintem. A zenék, a muzsikák. Itt igazából nem tudom, hogy hát értéket ez érdekel, akkor állítsátok meg. Töltőképernyőket, ebből van 330, ez senki se érdekel, de van itt egy Batman, és ez a kedvenc töltőképernyőm igazából, egész világon. Szóval igazából ennyi. Szóval ennyi volt srácok az én lockerem, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és dobjatok egy kommentet. Peti voltam, kövő videóban találkozunk, sziasztok!